3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja majd a büntető törvénykönyv, ha valaki külföldről fogad el pénzt a kampányhoz. Ez az egyik sarkalatos pontja a kormány szuverenitásvédelmi törvénycsomagjának. Kocsis Máté szerint ezzel azt szeretnék megakadályozni, hogy a 2024-es EP és önkormányzati választásokat külföldi pénzekkel befolyásolják. Hogy erre valóban szükség van-e, azt Bárándi Gergelytől és Siffer Andrástól kérdezzük. Akik mindketten ügyvédek, és mindketten volt országgyűlési képviselők. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét kívánok! Ahogy Németh Szilárd fogalmazott, ma benyújtják a főmenüt, ez lesz a szuverenitás védelmi törvény, ami úgy látom, hogy nem történt még meg, de tulajdonképpen mindegy is beszélni lehet róla, és vitázni is. Tulajdonképpen a törvény módosítása külföldről érkező választási beavatkozást büntetné. Először is egy-egy gondolat mindkettőjüktől, szükség van-e önök szerint egy ilyen törvényre a jelenlegi jogszabályok mellé? Én azt gondolom, hogy, és nem pusztán Magyarországon, hanem ahogyan ma a világ áll, szuverenitásvédelmi jogszabályokra szükség van, szükség lenne, jegyzem meg, mondom, nem csak Magyarországon, egész Európában szükség lenne ilyesmire, ilyen együttműködésre az Európai Unió szuverenitása érdekében is. Az más kérdés, hogy Magyarországon azért egy ilyet meg kéne előznie legalább két dolognak. Egyrészt végig kéne gondolni, hogy a szuverenitást, a szuverenitás akkor teljes, hogyha egy ország gazdaságilag is azt tudja mondani, hogy erős lábakon áll, vannak saját termelő kapacitásai, a magyar kormány nagyon nem ebbe az irányba megy, és van egy olyan szegmens, amit úgy hívnak, hogy energiaszuverenitás, szintén nem törekszik ennek a megteremtésére a magyar kormány, ráadásul eléggé vicces dolog szuverenitásvédelemről beszélni akkor, amikor egy ország éppen a vízkészletének az elherdálására törekszik. A másik, a bejelentett törvénynek a céljával egyetértek. Viszont ezt meg kéne előznie egy olyan beavatkozásnak, hogy alaptörvényi szinten és onnan átvezetve törvényekben a kormány propagandát, illetve a köztulajdonban álló cégeknek a politikai propagandáját meg kéne tiltani, illetve a köztulajdonban álló cégeknek a szponzorációs tevékenységét kőkeményen szabályozni kell. Ja, erre majd még visszatérünk, Bárándi Gergely. Szuverenitásvédelmére mindig szükség van egy országban, a boszorkány üldözésre viszont nincs szükség. És az a probléma a Fidesznek az eddigi mozgásával, és ezt 2010-től el lehet mondani, hogy rengeteg olyan jelenséget produkál a politikájában, amit ma már kutatók egyértelműen az autokratikus rendszereknek az egyes elemeiként definiál. Ilyen például az abszolút szuverenitásnak a doktrinája, amit a Fidesz nagyon sok intézkedésében alkalmazott. Tehát nem az a probléma, hogy egy állam megpróbálja a szuverenitását védeni, vagy olyan jogszabályokat alkot, hanem az, hogy ezt a Fidesz mindig a saját hatalmának a biztosítására, a saját rendszerének a stabilizálására használja. Tehát, hogyha megnézzük a szuverenitás védelmi törvénynek egyébként magát a kommunikációját, akkor rögtön tetten érhetünk egy másik ilyen elemet az autokratikus rendszerek sajátosságaiból. Ez például az ellenzéknek a démonizálása, az ellenzéknek a mozgását úgy apostrofálják, hogy ők nemzetellenesek, ők államellenesek. Ugye a miniszterelnök most a kongresszuson elmondta, hogy hát mi ez, ha nem hazaárulás, hazaárulónak bélyegzik. Ez is egy másik ilyen elem. Tehát a probléma azzal van, hogy nem a szuverenitás védelméről szól, hanem valami egészen másról ez a javaslat. Ugye az egyik indok az ez, amiről Bárándi Gergely beszélt, tehát indokolja ezt a törvényt, amiről itt szó volt. Persze tudom, hogy mi indokolja a guruló dollárok, ne érkezhessenek ennek az ellenzékhez, ugye ezek ezt mondja a kormány, felépített erre egy kampányt, de a másik oldalon meg azt mondja Márki-Zay Péter, hogy itt semmiféle külföldi támogatás nem érkezett, ezek magyar állampolgároktól érkezik. Igaz, hogy Amerikában élnek, de magyar állampolgároktól érkezik. Tényleg hagyjuk a hülyeségeket. Én most elmondtam mindkét oldalt, itt van egy vizsgálat, ugye ez még nem zárult le tulajdonképpen ez a nyomozás. 2010-től kezdve, sőt már az első Fidesz kormány idején is, gyakorlatilag minden jogalkotási lépést egy politikai színház részeként komponál meg. Tehát maga a jog is tulajdonképpen egy szimbolikus kommunikációs eszköz. Maga a törvényalkotási folyamat, és ebben semmi új nincsen. Ettől még ma a világon a globális kapitalizmus jelenlegi állapotában a nemzetállamok nagyon komoly szuverenitási kihívással néznek szembe, mert egész egyszerűen
olyan óriás vállalatok szöktek ki a nemzetállami joghatóság alól, és ráadásul őket kiszolgálja az Amerikai Egyesült Államoknak az imperialista gépezete, amelyek bármikor le tudnak nyomni egyébként, akár autokratikus, akár nem autokratikus szuverén nemzetállamokat. De ez itt nem erre az amerikai, irányom. Az most mondom, az, hogy a Fidesz nem csak ezt a szuverenitásvédelmi törvényt, bármi más az elmúlt 13 évből egy showműsor részeként a saját politikai kommunikációs taktikájának megfelelően használ, ezt látjuk, de ettől még a probléma van, és ez nem pusztán magyarországi probléma. Igen, Gergő, szerintem akármilyen autokratikus, akármilyen tolvaj kormánya van az országnak, az akkor sem ad felmentést arra, hogy több milliárdot valaki Amerikából ide behozzon, hogy hatalomváltást idézzen elő. Innen induljunk el. Nézd, András, én azt tudom erre mondani, hogy lehetne erről, és valószínűleg egy másik beszélgetést megérne az, hogy erről a kérdésről beszéljünk, hogy vajon az Egyesült Államoknak, vagy akár Oroszországnak, vagy akár Kínának, mondjuk európai államai milyen mértékben és milyen módon vannak kiszolgáltatva, de ahogy egyébként most egy fél mondattal el is hangzott, ez a törvényjavaslat nem erről szól. Nem tudjuk, mert nem terjesztették meg. Hát hogyha... Amit ugye tudunk róla, vagy amit eddig hallottunk róla, nyilván arról tudunk beszélgetni, az az, hogy egy BTK-s tényállás, ez egy büntető törvényt hoznak, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik. Hát van egy pár dolog, amit Kocsis Máté elmondott. És a másik ugye az, hogy egy szuverenitásvédelmi hatóságot hoznak létre. Most hadd mondjam azt, hogy az államvédelme az természetesen egy legitim cél és egy legitim jogalkotói cél. De emiatt nem feltétlenül kell államvédelmi hatóságot felállítani és létrehozni. Szóval a probléma az, hogy egyébként nagyon sokszor a Fidesz egy létező problémára, egy létező jelenségre reagálva, vagy látszólag reagálva terjeszt elő olyan törvényjavaslatokat, amik nem szólnak másról, mint az ő hatalmi érdekeiről. András ezt úgy apostrofálta, hogy ez egy politikai színház. Én ennél egy picit keményebben fogalmaznék, és azt mondom, hogy ez az autokratikus törekvéseknek az egyik módszere, hogy egyébként a társadalomban jól eladható témák mentén terjesztenek be olyan törvényjavaslatokat, vagy hoznak olyan intézkedéseket, amik egyébként nem szólnak másról, mint az ő hatalmuk megszilárdításáról. Csak egy mondat még, azért azt talán senki nem gondolja, mert ugye itt 500 millió forintról beszélnek most, erről esik a legtöbb szó. Hogyha mondjuk az Egyesült Államok, vagy az Európai Unió, vagy bármelyik nagy hatalom valóban és komolyan szeretne beavatkozni Magyarország életébe, akkor arra 1,5 millió dollárt szánna rá. Tehát talán ezt még a fideszesek se gondolják komolyan. Hát Gergő, ezzel csak azt tudom neked, mert ezt kevesled? Hát azzal biztos, hogy nem lehet szembe menni egy olyan gazdasági potenciállal rendelkező kormánnyal, ahol csak egy jacht kerül 27 milliárd forintba. Matematikailag igazad van, de hogyha mondjuk te lennél az amerikai spin doktor, és megnéznéd azt, hogy milyen minőségi figurák készülnek leváltani az autokratikus rezsimet egy Magyarország nevű államban, akkor szerintem még ez az összeg is sok lenne. De csak visszatérve, tehát ami megjelent már a sajtóban. Tehát például egy Márki-Zay Péterre konkrétan, hogy ő legyen egy miniszterelnök egy NATO tagállamban, biztos, hogy nem költenék az amerikaiak helyében ennyi pénzt sem. De zárójelbe zárva. Az eredményt egyébként láthattuk tavaly április 3-án. Igen, mondjuk nem is úgy indult, hogy ő lesz a miniszterelnök jelölt, az zárójelbe zárva. Hát, ez így van. Na, de erről egyébként érdemes beszélnünk egyet, mert itt nem csak arról van szó, hogy az autokratikus rezsimmel szemben milyen eszközök megengedettek, meg nem megengedettek, de közben még ami a sajtóban megjelent. Nyilván ez a BTK módosítás, ez egy szokásos vívőanyaga minden ilyen nagy csinadratával bejelentett hadműveletnek, hogy akkor ez jól emészthető, hogy hú, akkor meg is fogjuk őket büntetni. Nem ez a leglényegesebb. A hatóság felállítása ez ugyanúgy egy baromság, mint az integritás hatóság volt, amit meg az Európai Bizottság sajtolt ki, nincs szükség újabb állami szervekre. Viszont, hogy mondjak még valamit a botránnyal kapcsolatban. Főleg nem ilyen állami szervekre. Én tovább is mennék, mint ahogy az a hírekben olvasható. Nem pusztán a választási kampányt kéne tudnék ilyen szempontból tűzfalal körülvenni, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért a sztori ott kezdődne a Fidesz részéről, hogy magát a kormánypropagandát tiltaná meg, illetve a köztulajdonban lévő cégeknek a beavatkozását a politikai versenyben. De az itt ez nem tiltja meg. De ezt, hát persze, hogy nem. De nem bolondok, de legfeljebb kicsit tisztességtelenek. Na de,
Szerintem ez az egész koncepció akkor lenne teljes, hogyha nem csak magát az effektív választási kampányt, tehát amikor pártok versenyeznek, vonná szabályozás alá, hanem a jelölő szervezeteken belüli jelölt kiválasztásnak a folyamatát, értsd az előválasztást is. Mert ahogyan az ember a mozaikot összerakja, itt ez a mikroadományozói beavatkozás nem csak a választási kampányt érintette, hanem az előválasztást is. És Gergő, az is nem csak az a szuverenitás kérdés, hogy egy ország maga döntsön arról, hogy kit akar a főhatalomban, az is szuverenitás kérdés, hogy külhatalom ne avatkozzon bele az ország ellenzéki erőviszonyaiba. Azt egy picit, bocsánat, csak azt tegyük tisztában a nézők kedvére, aki esetleg nem olvasta ezt, amiket Kocsis Máté elmondott, mert hogy nincs még benyújtva. A lényeg az, hogy azt mondja Kocsis Máté, úgy kell módosítani a törvényt, vagy igazából úgy törvényt hozni, hogy a civil szervezetekre és szervezeteikre is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a választásokon indulókra, azaz a pártokra. Tehát ő kifejezetten a civil szervezetekről beszélt, és akkor itt rögtön a sokat hangoztatott érv, hogy persze az ellenzéknek nincs egy cöf a farzsebében. Na hát akkor visszajöttünk megint oda, hogy akkor idéztem már két ilyen módszertanát az autokratikus rezsimeknek, hát a civileknek az ellehetetlenítése. Teljesen mindegy, mert tudom, hogy ebben Andrással van azért némi vitánk egymással, teljesen mindegy, hogy azok egyébként a klasszikus értelemben vett mondjuk természetvédő civilek, vagy pedig a közéleti témákban aktív civilek, de a kormánykritikus civileknek a mindenféle eszközzel való háttérbe szorítása, az életüknek a megnehezítése, erről szólt a civil törvény, amit ugye orosz mintára annak idején elfogadott az országgyűlés, átemelve egyébként az orosz civil törvényből teljes bekezdéseket szó szerinti fordításban, és tulajdonképpen erről szól részben ez, vagy fog valószínűleg ez a törvényjavaslat, ha beterjesztik. De azért egy dolgot, ami András mondott, hadd reagálják, őszintén remélem, hogyha ez a hatóság feláll, most ezt az őszintén remélemet nyilván erős cinizmussal mondom, akkor nem csak a választási kérdésekben fog majd vizsgálatokat folytatni, meg a külföldi finanszírozás kapcsán, hanem ha ez valóban a szuverenitást védő hatóság, akkor meg fogja majd nézni a magyar kormánynak a Kínával való kapcsolatait, a debreceni akkumulátorgyárnak a kérdéseit, meg fogja majd nézni az Oroszországgal való kapcsolatokat, és egyáltalán azt a úgynevezett keleti nyitást, amit egyébként a kormány megvalósított. Ugyanis az én meglátásom szerint sokkal inkább veszélyezteti Magyarország autonómiáját, Magyarország szuverenitását az, hogy gyakorlatilag valaki párjává teszi a saját hazáját a szövetségi rendszereinken belül, legyen az az Európai Unió vagy a NATO, és egy egészen más irányba, egy keleti irányba nyit, és ott köt olyan megállapodásokat, amik az én meglátásom szerint éppen hogy nem szolgálják Magyarország szuverenitását és érdekeit. Tehát ha ez a hatóság majd vizsgálódni kezd, akkor nyugodtan kezdhetné ezzel. Jó, szerintem meg ma az Európai Unió szuverenitását alapvetően az Amerikai Egyesült Államok soft power-je veszélyezteti, ezért kezdtem azzal, hogy ez nem pusztán magyar kérdés, alapvetően az Európai Uniónak kéne végre a saját talpára állnia, a sarkára állnia, és ezzel szembefordulni, és közös szabályozást alkotni. De ami a javaslatot illeti, és amit a kérdésbe felolvasott, ezért lenne nagyon fontos látni végre ezt a normaszöveget, mert ha arról van szó, hogy civil szervezet, jelentsen ez bármit, valamilyen módon a választói akarat befolyásolásának szándékával nevez be egy kampányba, tehát még azt se kell, hogy jelöltet állítson, nekem egyáltalán nincs azzal a problémám, hogy egy ilyen civil szervezetnek igenis ugyanúgy meg kell tartóztatnia magát a külföldi adományok tekintetében, mint egy pártnak. Ha egy civil szervezet úgy dönt, hogy nem kíván semmilyen módon egy választási kampányban részt venni a választói akarat kialakításában, akkor nyilvánvalóan ennek a szabályozásnak semmi köze ahhoz, hogy a civil szervezet egyébként milyen forrásokkal rendelkezik. Ez azért elég messzire vezet, majd ott a végén eljutunk oda, hogy mondjuk azok a közéleti személyek, akik nem politikusok és nem tagjai egy civil szervezetnek, de mondjuk egy külföldi egyetemről pénzt kapnak, majd őket is megvizsgálja ez a hatóság, hogy egyébként milyen módon befolyásolja a szuverenitást az ő véleményük, amit itt hangoztatnak. Szóval én azt gondolom, hogy ez messzire vezet, és, messzire ha, bizony, és a lényege a dolognak az, hogy azt próbáljuk meg megnézni, és ne menjünk ennél tovább, hogy mi a Fidesz valódi célja ezzel a törvényjavaslattal, és én azt állítom, hogy lehet a szuverenitásról vitatkozni, hogy kell-e azt védeni továbbra is, vagy nem. De hogy az ő célja ezzel nem ez, azt viszont bátran kívánom jelenteni. Gergő, ezt én készséggel elhiszem neked, de a világ nem fekete-fehér. Abszolút. Igen, a Fidesz politikája mindig a hatalomgyárról szól, ettől még
az egy globális jelenség, és az Európai Uniónak az önrendelkezését súlyosan fenyegeti, hogy az imperialista érdekek mögötte a különböző óriás vállalatok érdekeivel gyakorlatilag lenyelni készülnek a demokratikus akaratképzés szerte a világon. Muszáj befejeznünk ezt a vitát, de folytassuk. Pedig annyira jó lenne folytatni. Köszönöm, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.